törökországi beszámoló, jeles évforduló, csak boltból vegyünk fényfüzéreket, jótékony séfek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 18-án 18 óra 5 perckor. Törökországi élménybeszámolót tartott az Ifjúsági Ház világjárók sorozatában dr. Barta Júlia, keletkutató etnográfus. A remek hangulatú összejövetelen a jelenlévők fotók segítségével bepillanthattak a török népélet rejtelmeibe, a népi építészet sajátosságaiba, szokásokba, hagyományokba és a hitéletbe. Aki Karcagról indul, keletkutatónak áll, az Györfi Istvánba kapaszkodhat először, meg persze előtte Vámpéribe, de aki igazán a szívünkhöz közel áll, és a néprajzot műveli, az elsőként Györfi István volt. A karcagi Györfi István, ugye, a Karcag szülötte Györfi István, a néprajztudós. Tulajdonképpen Karcag a keletkutatás bölcsője a 20. században, ezt nyugodtan mondhatom, mert Györfi ugyan nem volt turkológus a szó klasszikus értelmében, mégis nagyon inspirálta a kutatásait a turkológia újabb és újabb eredménye. Meg hát atyai jó barátja volt Németh Gyulának, akinek a munkásságát többen ismerik, és a szobrát mindenképpen ismerniük kell, mert ott van a főtéren, és itt nyugszik, itt van eltemetve a déli temetőben. Németh Gyula 50 éven át volt az Ötvös Egyetem török filológiai tanszékének vezetője, és kinevelte azokat a kiváló tudósokat, akik aztán folytatták az ő munkáit, és közülük még Kakuk Zsuzsa és Vásári István professzor úr, meg Baski Imre tanár úr, ők még élnek, és hasznára vannak a tudománynak. A gimnázium igazgató Gál Lászlót is említenünk kell, bár ő nem volt, nem turkológus volt, hanem iranista. A következő generáció volt Vánuki Kongor István, akinek a nevét mindenki ismeri, gondolom Karcagon, és Isten bocsássa meg nekem, hogy itt vagyok én. Az őt követő generáció, és persze hát a nagy elődöknek jó lenne megfelelni nyilván, de teszem is, amit lehet. És azt gondolom, hogy nagy szerencsével igazán szép az a sor, amit ott Kata kedvesen kiterített. Az előadó segítségével közösen keresték annak a titkát, hogy miként működik egy tőlünk távoli más vallású, de népi kultúrájában sok közös vonást hordozó társadalom. Mi adja a török nép vitalitását, milyen rokonsági formák jellemzőek rájuk, miben rejlik a szakrális tér tájformáló ereje. Györfi István volt az, aki elsőként Törökországról 1918-ban egy etnikai térképet készített, majd őt követően egy angol, Peter Andrews készített el már a teljes Törökország etnikai térképét. Ez rendkívül fontos dolog, mert bármelyik szegletéhez kezdünk a tudománynak, mindig tudni kell, hogy hol járunk és milyen népcsoport lakja. Mert az igaz, hogy Törökország a népek olvasztó tégeje, hiszen még a 80-as években Közép-Ázsiából, Kirgiziából, Grúziából jöttek, még nomádok is jöttek. Volt egy bizonyos folyosó, ahol ellenőrzés mellett ugyan, de szabad átjárás volt ezeknek a népeknek. Akkor még nem volt ilyen rettenetes viszálya a határokon, meg ilyen borzasztó nagy ellenőrzés, mint ami most van. Tehát szabadon jöttek-mentek. Ez a bizonyos 47 féle tájé és etnikai meg vallási csoport egymással többé-kevésbé békében él, tessenek elhinni. Először is mindenki török, már úgy érte, hogy a haza az török, és ha mozdulni kell, akkor csókoljuk az ászlót és megyünk, ahova szólít a haza. De otthon kazak vagyok, türkmén vagyok, nem is tudom értelem, tahtadzsi vagyok, és ahol hagyjuk. Az élményszerűen előadott mondandóval a jelenlévők is részesei lehettek a keleti varázsnak, amely a Boszporusz túloldalán tárul az utazó elé. Jeles évfordulót ünnepel a római katolikus plébánia. Erről Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos beszélt.
250 évvel ezelőtt 1769. decemberében került ide az első plébános, Illés Antal személyében. Ő valójában katonai szolgálatra jött, a katonák lelki gondozását vállalta, és ezzel együtt elkezdődött az egyházközség megszervezése is, ami valójában 1771-ben történik meg. Nagyon érdekes a mi íratunkban, valójában a katona szolgálatra jött, olyan értelemben, hogy a katonáknak a lelki gondozását vállalta, és ezzel együtt elkezdődött az egyházközségnek is a megszervezése, ami valójában 1771-ben történik meg, akkor telepítik ide az első katolikus családokat, de a plébános már hamarabb itt volt, nagyon kedvesnek, közvetlen embernek írják le, a református testvéreknek is megnyerte a tetszését, de az elmondása szerint, vagy a leírat szerint az első szentmisén egy asszony vett részt. Ennek ellenére úgy elindult az itteni tevékenység. Erre a 250 éves ünnepre szeretnénk úgy készülni, hogy a Györffy István Nagykun Múzeumban szeretnénk egy kiállítást szervezni, ahol szeretnénk megmutatni azokat az emlékeket, főként könyveinket, amelyek rendelkezésre állnak, hiszen 1771-től már megvannak az anyakönyveink, és ebből is szeretnénk bemutatni egy párat misekönyvekből. Nagyon értékes könyvek vannak, amit az első plébánossal, úgy gondolom, hogy az egyházmegyétől kaptunk. Ebben egészen különleges dolgok is vannak, és természetesen szeretném kérni a lakosságnak, illetve a katolikus híveknek a segítségét, hogy minden olyan családi emlék, amit őriznek, és a hithez, a katolikus hithez kötődik, azokat szívesen vesszük. A háború, illetve az államosítás 1948 előtt nagy katolikus élet folyt itt, erre utalnak. Épületek, mint a vasúti kápolna, az oktatási centrum épülete, a valamikori legényegylet. Ezek a képek beszélnek, tehát amikor egy-egy fénykép a kezünkbe akad, hogy valamikori első áldozók, vagy amikor a Salvator nővérek itt voltak és összeálltak a gyerekek, múltkor csodálkoztam, valakitől kaptam, 60 gyerek, ahogyan a nővér körül ott mosolyogva, tele élettel, sugározva jelennek meg előttünk. Tehát, hogy szeretnénk ezeket a fényképeket, relikviákat összegyűjteni, meg természetesen, ami a templomunkban is van, ruhákat is, misseruhákat, templomterítőket is szeretnénk bemutatni. Tehát számunkra ez most ez egy ilyen kimagasló ünnep. Azt gondolom, hogy ezzel elkezdődik, és akkor majd 2021-ben talán beteljesedik ez az ünnep. Tehát készülünk rá, nem felejtjük ezeket a dátumokat, és több ünnepi eseménynek a kigondolásában is gondolkodunk, illetve szeretnénk majd ezeket megvalósítani. A kiállítással kezdődne, és 2021-ben teljesedne be ez a 250 évre emlékező ünnep. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, ITM, a magyar családok nyugodt ünnepi készülődése érdekében rendelte el a karácsonyi fényfüzérek országos fogyasztóvédelmi vizsgálatát. Az ellenőrzés során az elmúlt hónapokban közel 150 ezer darab nem biztonságos világító dísz, dekorációs eszköz vontak ki a forgalomból, vagy semmisítettek meg a vámhatáron, közölte a szaktárca a Karcag Televízióval. Közleményük szerint a korábbi évekhez hasonlóan a fogyasztóvédelmi hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az ünnepi időszak jellegzetes termékeit, a karácsonyi füzérek, egyéb világító díszek, kültéri dekoráció eszközök ellenőrzése, a kereskedelmi forgalomban már kapható, és az országba a VEM határon beérkező termékekre is kiterjed. Az ITM akkreditált mechanikai és villamos laboratóriumában elvégzett vizsgálatokon november végéig 26 különböző fajtájú villamossági termék közül 21 típus bukott meg. A tárca kezdeményezésére a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együttműködésben 30 féle vámkezelni kért díszvilágítási termékből 28, a termékbiztonsági
követelményeknek nem megfelelő típus sikerült megállítani már a határon. A fogyasztóvédelmi hatóság levetette az üzletek polcairól a vizsgálaton megbukott termékeket, mert azok akár áramütést vagy lakástüzet is okozhatnak. Az ország határon a vámhatósággal közösen megállított fényfüzéreket pedig megsemmisítették, így azok már a boltokba sem kerülhettek be. Az ellenőrzött típusokból összességében csak minden nyolcadik bizonyult megfelelőnek. Az akciónak köszönhetően összesen 150 ezer darab veszélyes terméket sikerült távol tartani a magyar otthonoktól, családoktól, gyermekektől. Az ITM műszaki laborvizsgálatán megbukott karácsonyi világító dekorációs termékek legjellemzőbb hibája a vezetékek cérnavékonysága, nem megfelelő szigetelése, a csatlakozó dugó elégtelen mérete volt. A legtöbb esetben a vezetékeket nem tehermentesítették húzás és csavarás ellen, a hiányosságok miatt a termékek áramütést okozhatnak. Visszatérő hibaként jelentkezett még, hogy a hálózati vezeték hossza nem érte el az előírt másfél métert, a termékek vezérlő dobozainak széle éles volt, de előfordult, hogy a beltéri fényfüzért kültérre ajánlották. Ezekről a karácsonyi fűzérekről mindenképpen tudni kell, hogy ezek 220 voltról működnek, és épp ezért vannak köztük olyanok, amit kültéren, és vannak, amit beltéren lehet használni. A kültéri tápegységeket, vagy kültéri fűzéreket könnyen meg lehet különböztetni, hogy ezekben mindegyikben van egy-egy trafó, tehát egy-egy hálózati tápegység, amelyik 12 vagy 24 voltot alakít a 220 voltból, és emellett a kültéri tápegységeken fel vannak tüntetve különböző egyezményes jelek. Például fel van tüntetve, hogy hol lehet használni, kültéren vagy beltéren, és vásárláskor ezeket az egyezményes jeleket mindenképpen meg kell figyelni, hogy mi van feltüntetve rajta. Mert hogyha írja például azt, hogy IP44, tehát ez a védettséget jelenti, IP44 vagy 65, tehát ez már látszik rajta, hogy akkor ezt kültéren is lehet használni. Általában a kültérieket beltéren is használhatjuk, mert nem veszélyesek, mivel 12 voltos feszültségről működnek. Ellenben a beltérieket, azok általában 220 voltról működnek közvetlenül, és ezeknél még jobban oda kell figyelni, hogy működés közben ne használjuk, vagyis ne cseréljünk ízót benne, vagy ne akkor rendezgessük a fán, mikor be vannak kapcsolva, mert abból áramütés is következhet. A másik dolog pedig, hogy ezeket a fűzéreket csak a saját tápegységével működtessük, mert nagyon sok készüléknek vannak hasonló tápegységei, de nem biztos, hogy a paraméterek megegyeznek. Lehet, hogy van olyan, amelyik 12 voltos, de kisebb a trafónak a teljesítménye, azáltal az felmelegedhet, és könnyen tüzet, tehát meggyúlhat, és tüzet okozhat a fűzér. A súlyos veszélyt jelentő díszkivilágítási fűzéreket a kereskedő köteles a vásárlóktól is visszahívni. A fényfűzérek termékbiztonsági ellenőrzései decemberben is folytatódnak. A dekorációs fényfűzéreket mindig olyan szaküzletben érdemes vásárolni, ahol a világítás technikai termék működéséről szakszerű tájékoztatást adnak. Ezeket célszerű szaküzletben megvásárolni, mert ott a vevők mindenképpen, vagyis az eladó mindenképpen ezt kipróbálja, és ott üzletben csak azok a fűzérek jöhetnek forgalomba, amit a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség engedélyezett. Tehát az mindenképpen a dobozon feltüntetett egyezményes jelekbe, ez a CE jel például, ez is azt jelenti, hogy ez egy engedélyezett termék,
Tehát csak ezeket használjuk, és semmiképpen ne vásároljuk meg piacon, vagy olyan helyen, ahol ki se tudják próbálni, garanciát se vállalnak ezekre a készülékekre. Ellenben egy üzletbe bármikor visszaviheti, hogyha valami történik, és akkor mert garancia van ezekre a készülékekre. A piacokon és alkalmi árusoknál felbukkanó jelölések nélküli bizonytalan eredetű rossz minőségű eszközöket célszerű elkerülni. Ádám Ati gyógyulásáért már eddig is sokan megmozdultak, és most újabb nemes kezdeményezés ad lehetőséget a fiú támogatására. Molnár Bence, szolnoki junior séf jóvoltából Szolnokra jött Wolf András, Sárközi Ákos és Krausz Gábor, hogy 100 embernek vacsorát varázsoljon. Bence, aki a konyhai részt szervezi, ő Ákosnál tanuló, és mi ismerjük egymást régóta a Gourmet Fesztiválról, meg ugye a szakmából, és megkeresett, hogy lenne kedvem segíteni, és hát szerintem ezekre a felkérésekre nem nagyon lehet nemet mondani. És akkor kérdezte, hogy valaki még jönne esetleg, és hát nekem egyértelmű volt, hogy Gábor és Ákos lesz az, akivel a menüt összerakjuk, és természetesen Bence, hiszen az ő ötlete volt az egész, ezért neki is kell egy fogás, mint séf, vagy séf tanonc. Szerintem minden menü különleges, de itt nem a menü a különleges, hanem a célja, amit el szeretnénk érni ezzel a menüvel, illetve ezzel a vacsorával, hogy tudjunk segíteni egy kisfiún, akinek szüksége van a segítségre. Nem szeretnénk egy rossz hangulatú estét, ez róla szól. Ennek jó hangulatúnak kell lennie, hiszen ez az ő boldogulását segíti, és a szüleinek ez okozza a legnagyobb boldogságot. Engem Andris hívott föl, hogy van ez az esemény, és van egy beteg fiú, kisfiú, akinek segíteni szeretnénk, és nem is gondolkoztam én sem. Ilyenkor november-december környékén nagyon sokat hívnak minket, hogy jótékonykodjunk, és bárcsak minden ilyen eseményen ott tudnánk lenni. Sajnos meg kell szűrni, és ez egy olyan, ahol én nagyon szerettem volna itt lenni, úgyhogy egyből én is okét mondtam, hogy én mindenképpen szeretnék jönni. Ez általában úgy van, hogy az előétel és a desszert úgymond egy egyszerűbb, és mindig a legfiatalabb kapja a főételt, amivel dolgozni kell. Úgyhogy én készítem a főfogást, ami egy nagyon finom kacsa mellett combja, és hasonló finomságok lesznek még rajta, meg látni fogjátok. Igazíthatom, Ákos? Ez azért különleges ez a mai nap, mert hogy az én egyik tanulóm Bence, aki szervezte az egészet, ő állt az egész ügy mellé, ő volt az, aki felkutatta a barátaimat, a séfeket, és hogy közösen főzzünk, és én részben miatta vagyok, részben azért, hogy segítsünk a gyermek felépülésének, illetve a jogolásának. Nagyon fontos, hisz én is apuka vagyok, nekünk is van 3 gyermekünk évvel, és pontosan átérzem, hogy a szülők mit éreznek ilyenkor, és milyen nehéz esetleg önerőből egy beteg gyermeket ápolni, egy beteg gyermeknek megoldást találni, amikor a gyermek ránéz az ember, és azt mondja, hogy látod rajta, hogy segítségre van szükség, és nem tudják megoldani. És azt gondolom, hogy nekünk most már kutya kötelességünk mindenféleképpen mellé állni egy ilyen ügynek. Ha ezzel tudunk segíteni, hogy itt vagyunk, az alapanyagot hozzuk, főzünk, hogy az emberek jól érzik magukat, illetve tudjuk támogatni, akkor itt kell lennünk. A családot nagyon régóta ismerjük, és azon gondolkoztunk, hogy hogy lehetne segíteni a családnak, és így jött az ötlet, hogy akkor szervezünk egy jótékonysági vacsorestet 4 sztárséffel, annyit ugye 3 sztárséffel, és akkor én leszek a 4. tag. És így sikerült összeszervezni, így jött le Wolf András, Krausz Gábor és Sárközi Ákos, és akkor így telik a mai este. Én egy csicsóka kapucsinót készítettem, ami igazából egy csicsóka krémleves, csak úgy lesz tálalva, mint egy kapucsinó. Az este célja pedig nem más volt, mint hogy újabb segítséget kapjon Ádám Ati a gyógyulás felé vezető úton. Atika 5 hónapos korában egy elhalt bélszakasznak következtében sajnos 8 perces újraélesztésen esett át, aminek következménye az lett, hogy értelemben mozgásban elmaradott a kortársaihoz képest. Ami miatt, ami nekünk a legnehezebb, és főleg neki, az az epilepszia, mindennapos 20-30-40 tónusos roham. És sajnos 5,5 éve kezelik Magyarországon az egyik legjobb klinikán, neurológiai klinikán, de sajnos nem találták még mindig meg azt a jó gyógyszer kombinációt, amitől elmúlnának ezek a rohamok, mert azt már tudjuk, hogyha az epilepsziás rohamok elmúlnának, akkor Attila nagyon-nagyon szépen tudna fejlődni.
azok a gyógyszereket használtuk, amiket a neurológusunk írt föl. Mellé próbáltunk homeopátiaszereket, próbáltunk CBD olajat. Tehát mindent, amiről hallunk mi is az országban, külföldön olvasunk, mi az, ami az epilepsziára jó, azt mind kipróbáltuk. Sajnos annyira, van 24-25 féle gyógyszer van Magyarországon, és hogy ebből melyik az a kombináció, 2, 3 vagy 4 gyógyszer, ami Attilának jó lenne, ezt nem tudja, és ezt sajnos a neurológusunk sem tudja, tehát csak próbálgatni tudják. Mi nyáron az interneten egy családnak a posztját olvastuk el, egy magyar családnak, akik kimentek ide ebbe a német klinikára. Ez a klinika Vogtraudban található, a Schön kliniken. Ez Európa legnagyobb epilepszia centruma, és mi ide szeretnénk kijutni. Ide mi most írtunk egy levelet a doktoroknak, el kellett küldenünk minden gyógyszert, amit szeretettünk, minden MR felvételt, EEG felvételeket. Visszaírtak, hogy minket fogadnak, 4 hétre kellene kimennünk, amit közel 12 millió forintba fog kerülni. És itt két alternatíva van, 2 héten át folyamatosan EEG vizsgálatai lesz Attilának, plusz egy közel 3,5 órás MR felvétele lesz, ami meg tudják határolni, hogy hol és pontosan honnan indulnak a rohamok. És két olyan megoldási lehetőség van. Az egyik, ha megtalálják, hogy honnan indulnak, akkor szóba jöhet egy agyi műtét, és ezt a gócpontot kiveszik. Ha több pontból indul, akkor viszont felállítanak egy olyan gyógyszeres kezelést, amivel megfoghatóak a rohamok. Bár a rendezvényre minden jegyelkelt, a helyszínen kihelyezett gyűjtőládáknak köszönhetően bárki támogathatta a kisfiút. A megyeszékhelyen már eddig is sokat segítettek Ati gyógyulásáért. Gondoljunk csak a városban elhelyezett kupakgyűjtőedényekre, valamint Mága Zoltán jótékonysági koncertjére. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!